Magas feszültségű oszlopokra szerelt védőeszközt tesztelnek Hortobágyon. A magyar fejlesztésű különleges szigetelés azt akadályozza meg, hogy a közepes és nagy testű madarakat áramütés érje. Ez a sérülés nagyon gyakori, a legtöbb esetben az állatpusztulásához vezet. Mentett gólyafiókák a Hortobágyi Madárparkban. A kicsik árvák lettek, miután szüleik áramütés miatt elpusztultak. Bizonytalanul repül ez a rétisas is. A fokozottan védett ragadozómadár szintén áramütés szenvedett, de az életét sikerült megmenteni. A madárkórházban minden évben több száz ilyen sérüléssel találkoznak. 300 állandó lakójuk egyharmada az elektromos vezetékek miatt már soha nem lesz alkalmas a szabad életre. Ami a leggyakrabban sérülő villanyoszlopon, az a vörös vértse. Szinte 100%-ban áramütés miatt kerülnek hozzánk, de egerészőjvek mintegy egyharmada, és a gólyáknak körülbelül a fele. Ugyanis a kirepüléskor, amikor a fészekből kirepül a fiatal gólya, először érintkezik a vezetékkel, és ez legtöbbször halálos. Hortobágy környékén már biztonságban lesznek a fiatal gólyák és más nagyobb testű madarak, ugyanis 10 helyen különleges, magyar fejlesztésű védőeszköz szereltek a villanyoszlopokra. Úgy látszik, hogy az első alkalom sikeresnek tűnik, nincsenek tetemek az oszlop körül. Az egyik áramszolgáltató és egy villamossági gyár fogott össze a madárvédelemért dolgozó szakemberekkel a védőeszköz megalkotásában. Az oszlopok tetején lévő kapcsolóberendezést kerítésszerűen veszi körbe a speciális anyagból készült szerkezet, így tartja távol a madarakat attól a résztől, amit nem lehet leszigetelni. Ez a középfeszültségű vezetékrendszernek egy olyan eleme, ez a kapcsolóberendezés, amelyik mozgásban van, nem szigetelhető, és hogyha megközelítik a madarak egy kritikus távolságon belülre, vagy megérintik, akkor zárlat alakul ki, és áramütést szenvedhetnek. A berendezés tesztelése a Hortobágyi Nemzeti Park területén egy évig tart. Ha sikeres lesz, vagyis csökken az áramütések miatt elpusztult vagy megsérült madarak száma, akkor az ország többi részén is felszerelik az oszlopokra a védőeszközt.